Az arktúriai szolár kristályokat szállító hatalmas kereskedő hajó eltűnt. A kalózok soha nem találták meg. Oh, Jim, ez a mi hajunk, a híres Lego! Szép. Jó napot, kapitány! Jó a hajó, hajó? Én vagyok a kapitány, uram. De a hajó nem jó. Mr. Arrow! Maga nem. A kapitány. Amelia kapitány vagyok. A Prokion flottában szolgáltam, volt néhány csetepatink, de ez nem fontos. Ő az első tisztem, Mr. Arrow, de ez nem fontos. De kérem, kapitány. Én el vagyok ragadtatva a maga embereitől. Ezek... Mi is volt az a szellemes megjegyzés, amit ma reggel tettem rájuk? Ez a legjobb ebben, vagy bármelyik galaxisban. Ezt mondtam találóan. Mr. Arrow? Kísérje az urakat a fedél közben, ahol Hawkins úrfinak munkát ad Mr. Silver, a szakácsunk. Ahogy kicsoda? Mr. Silver. Ahogy kicsoda? A szakácsunk. A szakács. Kóstolják meg bátran a bonzó gulyásomat. Kellemesen zamatos illatú. A gasztronómia ismeretei jól jöttek. Már megbocsásson, uram, de egy régi családtagomból főztem. Tudja, éppen ilyen bíbor bogyóterem mi felénk is. A Montresoron. Nem, azt nem hinném. Egy öreg járt nálunk. Tudja, mi volt a neve? Nem, azt nem hinném. Bonz. Bonz. Bonz? Bonz? Nem, nem ugrik be. Képzelje, mielőtt eljöttem egy ilyen járt nálunk, aki attól félt, hogy pókember megtalálja őt. Ezt mondta. Igen. Azt nem hinném. Bonz! Tudja, hogy csinálják a bíbor szörpöt? Ó, igen. Csak ugyan. És hogy? A súrolástól elkopott a fedélzet. Gyere, fiam! Dolgod van! Jó, köszönöm, Morf. Kötelek rögzítve! Sajnos, Mr. Arrow-t elvesztettük. Rosszul volt rögzítve a kötele. Nincs rajta elég kötél. Kötél? Igen, kötél. Mi folyik itt, legények? Ha leesett, hogy van itt? Igen. Változott a terv, fiúk! Most támadunk! Mit szerencsét engedtek annyit? Mit szerencsét engedtek annyit? Doktor, amikor szólok, elövi Mr. Silver. Most! Valóban arra célzott? A végeredmény számít. Azt akarod mondani, hogy ott maradt a hajón? Mert ha ismerted, akkor talán tudsz a kincsről is. Kincsről? Várj! Én ő emlékszem. Hogy is? Az a kincs! Az a sok kincs! Legyen már sok! Bent van a centrumban a szerkezetben. Volt ott egy nagy ajtó, és egy nagy kincs! És ott volt például az a Flint! Hát az olyan rossz pszichiáter volt. Figyelj rá! Ha jól keverjük a kártyát,
olyan gazdagon megyünk el innen, mint két király. Szerintem egy királynak nincs akkora hatalma, mint egy istennek. Vagy a kezemben lesz a térkép holnap reggelre, vagy Isten utcse! A hajó gulyás ágyúival porrá lövetem ezt a viskót! Hajósinas! Hoppá! Téves! Megvan! Lássuk. A Mosai szürkikötő. Ó, a csodába! Ez volt Flynn trükkje. De hová rejtette el a kincsét? Nyissuk ki a megfelelő ajtót. De hol van a kincs? Ben, gyere! Eltűnünk innen. Ez nagyon fura, és mondhatom, Jimmy nagyon zavaró, hogy valami folyton itt motoszkál az agyamban. A kapitány Flint? Mintha élne. Emlékszem mindenre. Flint azért vette ki a memória egységemet, hogy ne beszélhessek arról a csapdáról. Szia, Jimmy! Elnézést, durva kalóz úr. Igen, ön? Egy kérdésem volna. Én a híres asztrofizikus vagyok, Dr. Delbert Doppler. Hallott már rólam? Volna még egy kérdésem. Ez az öné? Most szétverem a képede! Add a kezed! Kívne! Miért vagyok ilyen barom? Végre valahára. Az enyém! Két perc, 34 másodpercig van a bolygó felrobbanásáig! Szia, Jimmy!